Hajnali fény, az élet kékeg, én veled érett képregényben élek. Én a tábortűz lángja, meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szólád, ne sietesd az órát. Jó reggelt mindenkinek, április 6-a van, reggel 8 óra. Éppen Győr külvárosából tartok, Győr belvárosába, ahol a munkahelyem található. Arra gondoltam, hogy egy blogbejegyzésben megmutatom nektek, hogyan zajlik egy napom. Élvezzétek! De mint hiába! Közeledünk a Győr Plusz Média felé. Itt vagyunk Adi város szívében, a Kodály Zoltán úton, és be is futunk lassan. Nem épp lesz parkolóhely. Fátyolos napom, várunk útra kéjön. Itt leszek, ha elmúlik a tél. Gyertek, utána bemegyünk a szerkesztőségbe. Ha elmúlik a tél. Jó reggel, Tibor! Hello! Zombai Kovács Ákos, jó reggel! És meg is érkeztünk a helyemre. Mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek. A nap első momentumban bekapcsoljuk a gépet, utána pedig átmegyünk kávéért a szemközti Lipóti pékségbe. Kifúsz, én szívok, te hiszel, én bízok. Itt van Bettike. Jó reggelt, Betti. Igen, kérek, szokásosat, jó? Levetés és minden bánatom a szállás. Most pedig elfogyasztom, jól megérdemelt reggelimet. Kell az uhanásom, tó teljes az utazás. Most pedig elmegyünk forgatni, méghozzá a Jedlik iskolába, ahol egy fantasztikus nyelvi rendezvényen veszünk majd részt. Postás a kölyök, a hentes az óriás. Tündirek a törpök, különböző is. Bunkó voltam, elfelejtettem bemutatni operatőr kollégámat, Cika László Balázs, alias Cika Lacit, vagy Cita Lacit. Cika Erő. Cika Erő, nagyon jó szakember. Ő vele forgatom. Ilyenkor már nincs nagy forgalom a városban. Beszélzsek az emberek. Utánam az összes közlekedőt. Nem tudnak közlekedni. Botrány. Nézd meg itt. Visszajövök majd, hogy máshogy fúj a szél. Fátyolos a pont, vándor útra. Mit forgatunk? Ez az, amikor a operatőrnek fogalma nincs. Hát valami speaking show lesz, vagy miért tökem. Még nem tudjuk, de majd kiderül. Kiderült, komoly elvizsgára jöttünk. Benne zajlik a történet. Benézzünk egy kicsit, az operatőrünk dolgozik. Akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt, hanem kezdjük. Az első feladat, amit egyszerűen úgy hívunk, hogy bemelegítő beszélgetés, angolul szlobodon, interjúnak nevezzük. Bízok, én bízok. Ó, de vágódnak az anyagok, ez itt a vágó. Kiváló vágónkkal, Gergely Tiborral. Nagyon jó szakember. Itt készül a híradó. Köztük az anyagaimmal. És még sok más. Megnéztem, nagyon szuper lett. Köszönöm szépen. Nagy Rola. A legnagyobb sportos. A legnagyobb sportos. Itt pedig a stúdió látható. Beszélgetős műsorokkal. Híradókonf mondással. Súgógéppel. Egy másik műsor hátterével, kék háttérrel. Megkérjük a főszerkesztő urat, hogy engedjen ki, legyen szíves, köszönöm. Gyertek velem, mutatom az utat. Ugyanis már... Csak jobbra. Köszönjük szépen, április 8-a előtt. Csak jobbra. Csővel, szakok, szevasszak. Köszi szépen. Nagyon szívesen, te vasszak. Miért vagy takarodj? Miért keselyek? Azért, mert valami hazahoz. Pedig a belváros felé tartunk éppen,
ahol majd találkozok a kis családommal. Bevegyünk, sütizünk egyet, megiszunk egy kávét, aztán sétálunk egyet a Luzinhóval, aztán délután a következő etapára hazaérkezésen kívül az, hogy 18 órától edzés lesz, ahol készülünk a hétvégi bajnoki mérkőzésre. Oda is betekinthetünk többek között majd. Egyedül is lazán vagyok az ám felül. Na, közben telefonon beszéltünk a kis feleségemmel, úgyhogy Széchenyi tér felé tartok, és ott van találkozni. Hello, ha? Itt a legkisebb. Hát, szervusz. Menjünk ide, bejó a keresztül. Ebből a vásárlás. Szeretnénk az egy meggyes túrós pite. Egy lövöldök íri fából, vajazott gördeszkából, iszom az inszomniát. Tigris a Sufi, karddal játszom, lanton a szimfóniát. Miért halljak meg, ha máshogy is lehet? 6 óra van, egy gyors átöltözés után most éppen edzésre tartok. Ezzel zárjuk a napot. Készülünk a hétvégi bajnokira. Minden meccs fontos nekünk, minden meccset meg kell húznunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Szeretnénk bajnokok lenni, úgyhogy ennek érdekében megteszünk mindent. A hét utolsó edzése általában egy kicsit pörgős, játékos, de úgyis meglátjátok majd. Ide is értünk a Ménfőcsanaki sporttelepre. Hát botrány, mert valamilyen bozsiktorna van, úgyhogy alig találni parkolóhelyet, de hála Istennek körülbelül a kisminivel ügyesen meg lehet állni. Várhat, menjünk be. Igen, de alig tart, ebbe merüld a rá. Mikor olyan hita ingat, mindig megingat, amire nem ültem fel. Mondd, van olyan, hogy otthon, pont ez a gondol. Ha lába hitelen áll, én csak kalapozat folyton, vagy önmagadhoz, hogy legyen betevő teli tár. Ennél, hogy péntek van, jól elfáradtunk, megyünk be a picsába.